Moson-Magyaróvár városának megvan a 2016-os költségvetése, ez lesz a fő csapásvonal a mai hírháttérben. Köszöntöm nézőinket, és köszöntöm Árva István polgármester urat, köszönöm, hogy eljött hozzánk. Tudom, polgármester úr azt szereti, hogyha amire költ a város, annak legyen meg a finanszírozott forrása, de hadd kérjem meg, hogy most először ne begyűjtsük az adóforintokat, hanem először költsük el. Beszéljünk először arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak Moson-Magyaróváron 2016-ban. Akkor szokásomtól eltérően nem arra leszek büszke, hogy sikerült összegyűjteni, hanem hogy hogyan sikerül elkölteni. Nyilván az érdekel mindenkit. És főleg abból is azok a dolgok, amik régi adósságaink, úgymond, tehát nem a szokásos, amit már a városlakók nagyjából megszoktak. Úgyhogy említenék néhányat, de nem a teljesség igényével, és főleg a beruházási oldalról. Talán már eljutott a hír a tévénézőkhöz is, hogy a Magyaróvári belváros rehabilitációjára, vagy annak egy részének rehabilitációjára készülünk, mégpedig azoknak a részeknek, amik hát a leglerobbantabb és elhanyagoltabb utcácskák. Most ennek egy lökés nyilván adott ez a Virágos Magyarország díj átvétele is, hiszen hát egyértelmű az, hogy a belváros célpontja lesz ennek az egész programnak. Ettől még ez egy több tíz éves ígérete és óhaja mindenkinek. A Kereszt utca, a Sörház utca, a Fecske utca, Tímár utca, a Honvéd utca, ami már elkészült, ugye a Városház utca díszburkolattal történő ellátása, vagy éppen az övező járdaszakasznak a díszburkolattal történő felújítás, hogy ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a belváros egy díszburkolatot, díszvilágítást, új utcabutorokat kap. És utána majd rátérünk azokra a részekre is, ami korábban nem sikerültek, már egy kivitelezés oldaláról egészen szépre, azért a Magyar utca és a környező Márkész utcák sem ütik meg igazából azt a színvonalat, ami elvárt. De egyelőre próbáljuk felhozni a többi területet arra, hogy a Magyaróvári belváros legyen valóban egy történelmi patinás, járható, üzleti szempontból is egy kicsit felértékelődött terület. Ezt a munkát megkezdtük már korábban azzal, hogy a behajtási rendelet, parkolási rendelet és egyéb más dolgokat is próbálunk ilyen módon rendbe rakni, hisz a kettő együtt jár, tehát egy felújított díszburkolaton nyilván forgalomkorlátozásra, parkolási rendre, egyéb minden dologra is szükség van. És ez az egész így egy komplett, azt gondolom, hogy egy nagyon régi adósságunk ez. Ami kisebb ugyan, de nyilván sokokat érdekel, hogy az útfelújítási programban mi fér bele, olyan, ami korábban valahogy mindig kimaradt. Kettő ilyet talán említenék, mondjuk egyik a Maninger lakótelep utcái, vagy belső közlekedési területei. Nagyon régóta készülünk erre, hát nem az, hogy készülünk erre, de hát szükséges lenne ezeknek az utaknak a felújítása, és maga a Móra utca. Hát ez egy nagyon-nagyon a Móra utca, ami korábban mindig egy félve emlegetett utca volt, és a szakembereink megnézték, és azt mondták, hogy különösebben nagy közműcsere nélkül is megoldható az utca. Ugye ez gátolta idáig leginkább a gondolatainkba a kivitelezést, mert hát ha egy teljes közműcsere kell a Móra utca alatt, akkor az egy költségvetést is rengető tétel lenne. Így most az Erkel utca mintájára tud felújulni, tehát a legszükségesebb közmű munkálatok után egy burkolatváltás lesz. Remélhetőleg ugyanúgy, mint az Erkel utcában ez működőképes lehet. Aztán akkor átérhetünk majd olyan adósságainkra, mint a Gyári utca, ahol sajnos nem fogjuk tudni megúszni azt a típusú közműcserét, amit talán a Móra utcánál. Igen, ugye ezt azért hagyjuk egy kicsit a jövőre is legyen feladat. Mindemellett azt tudom mondani, hogy útépítésekre, járdaépítésekre, tervezői költségek nélkül is mintegy 500 millió forintot költünk. Úgyhogy azt hiszem egy jelentős tétel. A munkák már most meg tudnak indulni, mert a tavalyi útalapos utcák, ahogy az időjárás megengedi, már indulnak. A járdaépítések lesznek az elsők, amikre nem kell engedély, indulnak. A marás aszfaltozás, amire nem kell külön építési engedély, az indul, és akkor maradnak azok, amik építési engedélyes. Legbonyolultabb például a Honvéd utca, ahol ugye földbe kéne tenni a villanyt, mert hát nagyon csúnyán oszlopokon
oszloperdőn vezetett villanyvezetékek és egyéb kábelek hálózzák az utcát be. Ott ez érinti a tulajdonosokat, tulajdonosi engedélyeket beszerezni. Tehát vannak bonyolultabbak és kevésbé. Itt tehát az egész évre elosztva szépen lesz munka ebben. Szerepeljön a költségvetés mellékletében, hogy csomópontok forgalomtechnikai felülvizsgálata és a hozzá kapcsolódó tervezés. Itt nevesítve is van a Mosonyi Mihály Aranyos Sziget utca, ami ezért jelentős forgalmat viszel, illetve hát ami a Cserháti Malomszer utca, ami aztán forgalmas időszakokban, ami szinte már egész nap problémát okozhat, illetve a Pozsonyi Kapucinus utca, ami talán inkább az iskola indulás, tehát a reggeli órákban nagyon forgalmas, de ezért sokan használják azért ezt alternatív útnak megközelíteni a városszéli kereskedelmi. Hát és ne felejtsük el, hogy a sportcsarnok is készülget, tehát azt a csomópontot legalább olyan módon át kell építeni, hogy a behajtás két forgalmi sávon történhessen, tehát ha nem is körforgalom átépítve, de legalább az egymást akadályozó forgalmi sávokat meg kell szüntetni. Igen, fel kell mérni ezeket a területeket, leginkább mindig ugye a körforgalom jön szóba. Ugye a körforgalom az szép és jó a maga helyigényével és költségességével, viszont azért akadálya némelykor a forgalmi megoldásoknak. Én azt mondtam a kollégáknak, hogy ugye legyen ebbe azért egy, hogy mondjam, költségtakarékos megoldásra is lehetőség. Tehát ahol egy kis forgalom vagy átépítéssel is lehetővé tehető a forgalomnak egy gyorsítása, akkor lépjük meg azt gyorsan. Szóval ráérünk tervezni. Ráérünk akkor tervezni még mögé egy nagy körforgalmat, vagy melléje, vagy helyébe, de azokat a forgalomtechnikai dolgokat, amik azonnal megtehetők, kis ráfordítással, gyorsan és esetleg hatékonyak, azokat ne halogassuk amiatt, mert oda körforgalom kéne. Hát tudjuk, mindannyian tudjuk, hogy Moson-Magyaróvárra legalább 8 körforgalom kéne. Vagy egy elkerülés. Ára 100 millió forint, tehát kergethetjük ezeket a dolgokat. És akkor még ott vannak az országos közutak, azért a kórház előtti csomópont az egy nagyon kardinális kérdés lenne, országos közút része, de akár mondhatom ott a Mosonyi Mihály Aranyosziget sarka is ugye az országos közúthálózatnak a része, oda is egy nagy körforgalmat tervezett, már nem is tudom melyik elődöm. Azóta nincs a közútnak arra pénze, hogy ebbe a körforgalmi megoldásba gondolkodjon. Ugye ott kamionok kanyarodhatnának ki, tehát ott elvileg egy olyan nagy átmérő, legalábbis mindig ezt választották, szóval kemerek, hogy olyan aztán, nagy átmérő kellene, amire még nincs. Kiderül, hogy sokkal kisebb méretű körforgalmak is elmennek ebbe a dologba. Csak még egyszer mondom, tehát azért itt az országos közútnak az elmaradása is összeadódnak a város elmaradásaival, tehát még egyszer mondom, ahol saját hatáskörbe meg tudunk lépni kisebb módosításokkal, forgalomgyorsítási, technikai dolgokat, azt meglépjük, és akkor utána szépen fel lehet dolgozni ezeket a terveket, be lehet illeszteni egyet-egyet mindig a költségvetésbe, amennyit ez megenged, úgyhogy erre vonatkozóan is elindulnak a tervező folyamatok. Épületekről is szó esik, például a napenergia felhasználás, a világítás korszerűsítés, ugye azért a közintézmények jelentős része itt maradt, vagy hát az oktatási intézmények például azért az önkormányzatnak fordítania kell. Igen, hát durván azt lehet mondani, hogy ugye fordít egyszer a városi lakásokra, üzletekre a Movinov, felújításra, karbantartásra, jól emlékszem, egy 150 millió forint az idei költségvetésben. De fordítani kell a közintézményeknek a, most már nem a külső, hanem a belső rehabilitációjára. Erre is jelentős összegeket terveztünk, ebből mintegy 20 millió forint csak a villamos korszerűsítés épületen belüli villamos korszerűsítés, és ezen kívül mintegy 100 millió forint az, ami meg nem címkézett belső felújításokra vonatkozik. Egy nagyobb intézményi beruházás, vagy illetőleg kettő, ha nagyságrendeket nézünk, van most folyamatban, úgyhogy lecsengtek ugye ezek a Keopos uniós beruházásunk. Ugye a Bolya iskolában elkezdődött egy vízszigetelési munka, hogy egyáltalán élhető, lakható legyen az épületnek az alaksori része, ahol a tornaterem is található. Ugye ez egy elég hosszadalmas folyamat. Idén a második üteme folyik, majd mintegy 30-40 millió forintos tételt fog jelenteni. Aztán ugye benne vagyunk egy a Mofém telepen egy óvoda felújításba, ahol
ahol az első ütem ugye tavaly lezajlott, most a második üteme, illetve egy bővítés fog megtörténni, ez is mintegy 150 millió forintos tétel. Itt is ugye várat magára az intézményen belüli felújítási munkálatok. Ezek is részben megkezdődnek kazáncserével, stb. Tehát hogy azért próbáljuk a saját pénzből is azokat a folyamatokat továbbvinni, amit korábban úgy tűnt csak az uniós pénzek generálnak. Sportcsarnok már azért, aki nem arra jár, az is tudja, mert már a Pozsonyi útról is lehet látni, vagy a vártól is lehet látni, hogy most már állnak a keresztgerendák, sőt most már fölfalazzák az oldalfalakat. Volt egy hozzászólás, amely arról szólt, hogy hát nem értenek egyet a sportcsarnok helyével, nem tudom, érdemes-e egyáltalán most már vitatkozni, amikor az alapok megvoltak, és már fölépült, és várhatóan ez év folyamán át lehet adni a csarnokot, hogy most beszélgessünk a helyszínről. Ez nem egy sátor, cirkuszi sátor, amit mondjuk föl lehet húzni néhány méterrel arrébb. Aki még nem ért egyet mai napig is a helyszínnel, az majd épít máshol egy másikat. Itt mindenki csak ígérte 30 éven keresztül, hogy épít sportcsarnokot. Most, hogy megépül valahol egy, most meg nem jó helyszín. Én meg vagyok győződve róla, hogy a legjobb helyszínt találtuk meg. Egy nagy intézmény mellé, amiből sportiskolát lehet csinálni, vagy sportosztályokat lehet benne elindítani, a kislány, a lány kézilabda felmenő rendszerbe, a gimnáziumba szépen kinevelheti a városi tehetségeket, úgyhogy egyébként a városban a lányoknak nincs sportolási lehetősége valójában. Tehát nagyon jó helyen van, ott a sportpálya, nagyon közel van a Wittmann Parki sporttelep, amiben nagyon komoly felújítások vannak, egy kézben van az MTE kezébe a létesítmény. Ha megcsináljuk mellé a kollégiumi konyhát egy étteremmel és egy sporthotel szárnyal, akkor még egy kiszolgáló létesítmény is tehető melléje, elfél mellé még egy sportúszoda, mondjon még valaki olyan helyet, ahol ezeket a célokat mind egyszerre lehet kiszolgálni, és akkor én leborulok előtte. Nem szeretnék még egyszer helyszínről beszélni, nem én döntöttem egymagamban el a helyszínt, úgy örököltük, mi szeretnénk jó színvonalon megépíteni, ebben nagyon sok munkát fektettünk, tehát ezek a nyavajgások, amik ezen a téren vannak, azt hiszem, hogy most már nem méltóak. A keret viszont megvan rá. 304 millió forintot kigazdálkodtunk, számlára tettük, önerőként tartjuk, már éppen a mai napon egy lehívást írtam alá belőle, hisz a munkák folyamatos finanszírozására szükség van, és remélhetőleg most már a TAO kereteink is ugyan módon vannak feltöltve, hogy végül is látszik a befejezéshez szükséges forrás. Akkor nézzük meg a forrásokat, hogy mi az, amiből ezt meg lehet finanszírozni, hiszen ugye törvényi előírás is az, hogy nem szabad mínuszos költségvetés létrehozni, tehát a bevételnek, kiadási oldalnak egyeznie kell, de az is látható, például a testületi ülésen is volt még egy döntés, hogy az elmúlt negyed évnek a számait, a plusz állami forrásokat, amelyek ugye ilyenkor a tervezéskor és a koncepciónál nem látszanak, de azért évről évre láthatóak, hogy évközben rengeteg, hát nem tudom mennyire rengeteg, de évközben érkeznek pótlólagos források, amelyekkel aztán végül is lehet mit kezdeni, vagy éppen pályázatok, vagy más egyéb állami támogatások. De ugye polgármester említette a testület ülésen, hogy most már eléri a helyi adóbevétel, amit aztán a költségvetés itt is marad, az 50%-át a helyi költségvetésnek, és ez azért büszkeséggel is eltölthet minket, hogy nem. Igen, tehát az máshogy. Gyakorlatilag nem jelent más, mint az önkormányzat egyre inkább a saját lábára állhat. Ugye korábbi években, vagy távolabbi múltban, amit ismertem, ugye amikor rajtunk folyt át nagyon sok pénz, állami pénz a kórház felé, tűzoltók felé, tanárok felé, ugye akkor a költségvetésünknek arányaiban egy nagyon pici részét képviselte a helyi adóbevétel. Azt sem tudtuk ugye szabadon elkölteni, mert a működés finanszírozására gyakorlatilag mindent fel kellett használni, sőt még kölcsönt is vettek fel elődeink. Most ehhez képest, ugye amikor majdnem az 50%-át eléri a helyi adóbevétel, amit nem kell ilyen szempontból 100%-osan intézményműködtetésre elkölteni, hisz azért mégiscsak fenntartók vagyunk ma is, azért egy nagy intézményrendszer fenntartói vagyunk, és a kiadások között 1 milliárd 700 millió forint, még mindig benne van a fenntartói kötelezettségünk. De ugye ez már önmagában mutatja azt, hogy marad egy olyan keret, amiből szabadon gondolkodhatunk, és ezért sokkal szabadabb tervezést adhat. Tehát amellett, hogy nem lehet mínuszos költségvetést tervezni, most először mondhatom el idén, hogy ez egy pluszos költségvetés. Magyarán első évben sikerült a költségvetést úgy elkészíteni, hogy van benne olyan összeg, amelyre nincs feladat tervezve. Vagy azért, mert évközbeni döntéseknek is meg kell hagyni a mozgásterét, vagy azért, mert nem is szerettünk volna rá
feladatot tervezni, és arra számítunk, hogy 16-17-18-as években azért az uniós források valamilyen szinten megint meg fogják találni a várost, és ha azoknak önrészigénye, finanszírozási igénye van, akkor arra a hitelfelvétel ugye már lehet, nem lehetséges, tehát arra saját szabad pénzekkel kell készülni. Tehát ez a cél most, hogy addigra legyen egy olyan szabad pénzeszköz, amit nem pántlikáztunk meg, nem állítottunk be máshova, és amellett, hogy a beruházási, kiadási céljaink azt gondolom, hogy tényleg lendületesek és nagyvonalúak, tényleg maradhatott egy olyan szabad eszköz, amivel továbbiakban gazdálkodhatunk még. Sok mindenről nem beszéltünk, tehát ha lesznek ugyanúgy idén is pályázati alapok, lehet pályázni a civil szervezeteknek, sok minden más is benne van. Még azért sőt, emelkedő mértékben egy kicsit megemeltük az alapoknak az összegét, nem nagy összegekkel, mert ugye azért... Hát a helyi rendezvények nem is olyan nagy költségigényűek, tehát hogyha mondjuk részt kell venni valaki, hát gondolom, hogy azért nagyok is, de... No, mindegy, lényeg az, hogy tehát azért a civil szférának a saját emelkedés, vagy például a próbe díjjal járó díjazás duplájára, sőt, azt hiszem 200 000 forintra állítottuk be, tehát ilyen apróságok azért, hogy mondjam, vannak a rendszerbe. Igen, tehát arra is figyeltek azért a költségvetés összeállítói, hogy ne csak mindig a materiális kiadások kerüljenek előtérbe. Én is a testületülésen legelőször emeltem ki azt, hogy a dolgozók részére a plusz egy havi juttatás most már be van égetve a rendszerbe. A jutalmazási keretek továbbra is nyitva vannak, tehát célunk a 13.-14. havi fizetés biztosítása a városi dolgozóknak. Amit majd lassacskén elérünk. Beszéljünk még néhány témáról, így a műsor végén építési szabályzat, némi módosulások vannak, amik nem feltétlenül az önkormányzatnak a saját ötletévei. Hát igen, születtek olyan központi intézkedések, amik nyilván valamilyen szinten érthetőek, hisz a lakásépítés kedvezményét valahol el kell költeni, és ugye hol máshol, mint a lakásépítésbe vagy vásárlásba. Viszont én azt gondolom, hogy ez a szabály átesett a ló másik oldalát, tehát megpróbálta szabadabbá tenni a kisebb építkezéseket, és amikor én láttam ezt a tervezetet, akkor még valóban emberi léptékű, tehát ilyen 160 négyzetméteres családi házaknak a tervezési, kivitelezési szabadságát próbálta visszaadni ez a rendszer, amire meg aztán törvénybe iktatva láttuk, akkor 300 négyzetméterre ugrott föl, és olyan jogokat vont el az önkormányzatoktól, amelyek a településképi véleményezés kapcsán korábban azt gondolom, hogy nagyon jól működtek. És tett félre olyan helyi építési szabályokat, amik most azzal a veszélye fenyegetnek, hogy ezzel a 300 négyzetméterrel akár visszaélve, mert hát a vállalkozó ugye nem arról híres, hogy önkorlátozó életet folytat. Ezekkel a szabályokkal visszaélve most olyan területeken is megjelennek ezek a 300 négyzetméteres engedély nélkül épített épületek, most mondjam így, ami azért 6 darab 50 négyzetméteres lakást is jelenthet akár, hogy ami ellen idáig küzdöttünk, az most gyakorlatilag eszköz hiány a kezünkbe kikerül. És hát a városképért, a város, hogy mondjam, egységes arculatáért azért mégiscsak a helyi önkormányzat lenne felelős. Emiatt muszáj volt felemelnünk a szavunkat, tehát ezért hoztam egy előterjesztést a testület elé, és írtuk le, hogy mik azok a veszélyei annak, hogy ezt a szabályt változatlanul hagyják. És hát kértük ebben, vagy hát a testület felkért engem arra, hogy ezt közvetítsem az országgyűlési képviselő felé, akit felkérünk arra, hogy törvénymódosítás kezdeményezésével próbálja ezt a szerintünk rossz folyamatot visszafordítani. Nagyon egyszerű lenne, vissza kéne tényleg korlátozni arra a léptékre, amin belül már a vállalkozások nem találják meg azt a típusú kiskaput és számítást, ami nekik a 300 négyzetméter kapcsán mondjuk megnyílik. Úgyhogy ezt elfogadta a testület, sőt minden frakciója támogatta, úgyhogy én most levéllel fogok fordulni a képviselőnkhöz, és kezdeményezni fogom ennek a szerintünk rossz szabályozásnak a módosítását. Elég maratoni testületi ülés volt már, ami a napi rendeket illeti, hiszen 42 plusz 3, 45 napi rend lett két napi rend előtti felszólalással. Ezért voltak természetesen pörgős részei is. Hát köszönjük, polgármester, azt hiszem, hogy most így ennyi fért a mai műsorba. Nem fárasztjuk tovább a nézőket.
sok minden érdekes dologról egyébként majd a híradókban úgyis beszámolunk. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönjük kedves nézőinknek a figyelmet, ne menjenek messzire, hisz hamarosan jelentkezünk a Szomszédvár című turisztikai magazinnal. Viszontlátásra!